A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy kis visszatekintés, beszámoltunk már róla, hogy a Vitáklub rendezésében két Fanni címmel egy rendhagyó estre invitáltak meg bennünket, és hát érdemes volt, hiszen Ferenczi Nóra, a Ciszterci Szent István gimnázium tanára, aki egyébként gyakorta szóba került tekintve, hogy a Fehér Holló diák színpad vezetőjeként is nagyon sokat tesz a fehérvári kultúráért, volt a moderátor ezen az esten a Vitáklubban. És hát két Fannit köszönthettünk, erről a Paletta Kulturális Magazinban már beszámoltunk, egy fantasztikus est volt, két gyönyörűséges ifjú hölgy mesélt arról a pályáról, ami a média felé vitte őket, Csűri Fanni és Fidel Fanni. Nos, Csűri Fanni Noa az én vendégem ma, örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást! No, hát egészen különleges a te utad. Ugye ciszteres voltál, de viszont aki, és ma pedig a Katolikus Rádió munkatársaként teszel nagyon-nagyon sokat. Kossuth Rádió. Illetve a Kossuth Rádió munkatársaként. No, hát ezt az utat kell, hogy nekünk, hogy végigjárjuk mi így együtt. Kezdjük talán azzal, hogy egy fiatal gyermekként felnövekvő miként gondolkodik a jövőjéről. Egyáltalán voltak-e álmaid? Töpörtyű korodban. Igen, az első nagy álmom az szerintem 7 évesen fogalmazódott meg bennem. Ekkor kezdtem az első osztályt a Felsővárosi Általános Iskolában, ahova azért mentem, mert én már óvodásként megfogalmaztam, hogy németül szeretnék tanulni minél kisebb kortól. És ott az emeleten megpillantottam azt az első napokban, hogy van egy dicsőségfal, ahova azok a nevek kerülnek fel, akik 8. osztályból úgy ballagnak el, hogy jól tanultak végig az általános iskola ideje alatt, és tulajdonképpen én azt fogalmaztam meg, hogy hát szeretnék oda egyszer felkerülni, és ez sikerült. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tervezés és a jövőben való gondolkodásom az már itt 7 évesen elkezdődött. Voltak már akkor is kedvenc tantárgyaid? Igen, a német, abszolút, meg hát a humán tárgyak, tehát a matek az nekem sosem ment igazán jól. Mindig próbáltam ott is a lehető legtöbbet kihozni, de nem állt közel hozzám. Kik voltak azok a pedagógusok, akik elmélyítették a tudásodat? Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy valaki idejekorán megkapja azt az indítatást, ami aztán később elkíséri. Itt az általános iskolában Schneider Éva tanárnő nevét szeretném megemlíteni, ő volt az, aki így bevezetett a német nyelv szeretetébe, aztán később felső tagozatban Pakodi Beát a tanárnő, vele sikerült már 8. végén középfokú nyelvvizsgát szereznem német nyelvből, de a történelem tanáromat is nagyon szerettem, Horváth Népurú Olgát, és később a Ciszterben pedig, hát nyilván Ferenczi Noémi tanárnő, hozzájártam színjátszózni, az osztályfőnököm Nádasi Rihár tanár úr, ők nagyon sokat segítettek abban, hogy az én utam az például itt a média területén csúcsosodjon ki. Ugye határozott elképzeléseid voltak mindig, aztán ez változott. De hát nyilván fiatal korban ez még így van. Ha már a németnél tartunk, egyébként az korán sem csoda, hiszen azért tudjuk, hogy Felsőváros erősen kötődik, mármint az ott lakók szempontjából is, hiszen az elmúlt századokban jószerivel itt volt a legtöbb németül beszélő ebben a körzetben. Tehát ez egyáltalán nem csoda. Viszont mit kaptál a Cisztertől? Hiszen nyilvánvaló, hogy egy fiatal felnőtt számára meghatározó az a 4 esztendő, amit egy ilyen intézményben tölt. Én nagyon sokáig nem szerettem ide jelentkezni, nem szerettem volna ide jelentkezni, mert féltem attól, hogy
a mi családunkban a vallás az nem egy elsődleges szempont, meg vagyunk keresztelve, de ránk volt bízva az, hogy mi milyen úton szeretnénk ezt folytatni, és én valahogy mindig egy kicsit más hitrendszerben gondolkodtam, és emiatt egy kicsit tartottam attól, hogy ez nekem hogy fog tetszeni. De amikor bementem és megtapasztaltam azt, hogy itt milyen közösségi élet van, hogy mindenkit ismernek név szerint a tanárok, és tényleg a gyerekek is egymásért vannak, akkor rájöttem, hogy nekem itt a helyem, és ide kell jelentkezni. És ez végig bebizonyosodott az alatt a 4 év alatt, amit én tulajdonképpen, amióta elkerültem innen Fehérvárról Budapestre, azóta is nagyon hiányolok, mert tényleg az a csapatszellem, amit itt egy osztályközösség alkot, az nagyon ritka. Lépésről lépésre haladtál? Mármint középiskolában? Azt gondolom, igen. Az első 2 évben így próbáltam szemlélni, hogy melyik diák kivel próbál barátkozni, ki milyen szerepeket tölt be az osztályba, és nagyon hálás vagyok az osztályközösségemnek így utólag is azért, hogy felismerték azt, hogy én nagyon szeretek különféle produkciókat szervezni, összefogni a csapatot, és ők hagyták, hogy ezt csináljam, és beálltak mögém, és együtt így olyan dolgokat tudtunk alkotni, amire a mai napig visszaemlékezünk. És hogyha nem lettek volna ilyen osztálytársaim, akik segítik, akár azzal, hogy összekészítik éppen a ruhámat, vagy megcsinálják a hajamat, sminkemet, akkor én nem tudtam volna ennyire sok egyéb tevékenységet vállalni, mint például az, hogy a Szóval Győznire jelentkezzek, vagy az, hogy elmenjek egy-két városi rendezvényre még az órák után között konferálni. Ugye a Szóval Győzni az egy külön pillanat, hiszen ott ültem a zsűriben, és a külön díjad azért eleve elrendelés volt abban az értelemben, hisz hogy szépen beszélsz kifejezően, és meghatározó módon tudod kontrollálni önmagadat, és elmondani mindazt, ami fontos számunkra. Viszont a Ciszterben, ugye ott volt a diák színpadot említetted, azt hiszem, hogy az is egy fontos lépcső. Nagyon fontos lépcső. A tanárnő 3 évig próbált bevonzani ebbe a körbe, mert eleinte mindig elhatárolódtam, hogy nekem erre nincs időm. Versenysportoltam mellette, táncoltam nagyon sokáig, ez heti 4-5 edzést igénybe vett, plusz hétvégén ugye rengeteget utaztunk versenyekre, mellette próbáltam mindig a kitűnő tanulmányi átlagot hozni, ez nekem nagyon fontos volt, így azt éreztem, hogy nem tudnék még erre is időt szakítani, és amikor ez a versenysportolói karrierem véget ért 11. osztályba, akkor mondtam azt, hogy itt az ideje, hogy tényleg ezt is kipróbáljam, hiszen mindig is vágytam rá. A sport egyébként ugye fegyelemre szorít mindenféle értelemben, ez azért meghatározó a mindennapjaidban, hiszen emellett is nagyon sok mindennel foglalkoztál. Mire tanított meg igazán a sport? Talán arra, hogy milyen csapatban dolgozni, ugyan én nem formációban táncoltam, hanem ez egy páros versenysport volt, hiszen standard és latin táncokban indultam. Viszont az, hogy két ember hogyan tud együttműködni, elfogadni egymásnak a hibáit, erősségeit, arra nagyon, nagyon jó volt ez a 7-8 év, amit ebben eltöltöttem. Úgyhogy ez a mai napig meghatározza tényleg a mindennapjaimat, illetve azt a fajta kitartást, amivel én próbálok előre haladni, talán azt is onnan szereztem. Sokaknak a sport, az egyéb kulturális tevékenység és az iskola olyan, mint a szépség és a szörnyeteg. De te nem ezek közé tartoztál sohasem, hiszen rengeteg mindent csináltál, és mindig tudtál időt szakítani. Ezt hogyan lehet elérni? Te mennyire kell tudatosnak lenni ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő tevékenységet folytassuk? Nagyon, és ez egy nagyon hosszú fejlődési folyamat volt. Én nagyon sokáig nem tudtam úgy tanulni, hogy a háttérben zaj van, én hangosan szerettem felmondani az anyagot, és meg kellett tanulnom az évek alatt például akár egy gyors étteremben tanulni, mert nem volt arra időm, hogy hazamenjek az iskola után és az edzés előtt, és tényleg 10 perceket is úgy kihasználni, hogy az hasznos legyen. Voltak egyébként példaképeid ciszteres diákként? Igen, nagyon sok felsőbb éves tanuló. Itt nagyon sok nevet említhetnék, úgyhogy most ezt így kihagynám, mert nem szeretnék senkit elfelejteni a sorból. De voltak, igen, és a mai napig tartjuk
velük a kapcsolatot, és rendszeresen találkozunk, tudjuk, hogy ki hol tart az életben. Igen, én mindig azon csodálkozom, hogy néhány iskolában elfelejtik azt, hogy az indítatás mennyire fontos egy fiatal életében, és ennek ellentmond a ciszteres történet, hiszen a napokban volt egy olyan találkozó, egykori fehérhollósok találkoztak, és egy fantasztikus 2,5 órás este mutatták meg, hogy mi minden köti őket egymáshoz, és barátságok születtek, szerelmek születtek természetesen, és azért nagyon jó visszatekinteni. Tehát kiváló tanuló voltál. Meghatározó volt a jövődre nézve, hogy mely tantárgyakat preferáltad elsősorban. Ugye először szóba került a tanári pálya. Ugye ez adja magát nyilvánvaló, hiszen akinek példaképei vannak, és remek tanárok veszik körül, az általában így dönt. Igen, aztán amikor beleláttam, hogy ez hogy is néz ki a hétköznapokban, hogy a tanárok mennyi plusz energiát tesznek abba, hogy a gyerekek lelkileg is jól legyenek, itt a Ciszterben ez nagyon fontos volt, és mind a városban, mind országszerte, ahogy beszélgetek máshonnan érkező diákokkal, ez kiderül, hogy ez nagyon ritka kincs. Így rájöttem, hogy ezt a terhet én nem biztos, hogy elbírnám. Most is önkénteskedek, vannak tanítványaim, akiket például történelem érettségire készítek fel, de egy-két gyerekre még úgy gondolom, hogy teljes mértékben oda tudok figyelni, hogyha esetleg osztályfőnök lennék, és 35-40 gyerekkel kéne ugyanezt megtennem, ettől megijedtem. És így a tanári pályát elvetettem. Aztán egy kicsit gondolkoztam a jogon, hiszen a történelmet is nagyon szerettem, meg jól is teljesítettem belőle, de hát ott egy kicsit úgy gondoltam, hogy száraz lesz az első pár év, a római jog az mégis egy nehéz dolog. És akkor jött a pszichológia, amit a mai napig nem engedtem el. Lehet, hogy már édesanyja leszek, amikor elvégzem ezt, de szeretném egyszer. Mi tetszett meg a pszichológiában? Mi az, ami vonzott? Rájöttem arra, hogy van egyfajta olyan képességem, amivel így megérzem az embereknek a rezdüléseit, illetve azt, hogy éppen ők lelkileg hogy vannak, mire van szükségük, milyen mondatokkal tudom őket segíteni az éppen aktuális problémáikban. És rájöttem, hogy ezt muszáj tovább képezni, mert ebben még van potenciál, és a mai napig úgy járok bevásárlóközpontba, úgy vagyok a tömegközlekedési eszközökön, hogy figyelem, hogy ki miről beszélget, hogyan érezheti magát, próbálom elképzelni, hogy milyen az ő családja, milyen az ő otthona, és ez engem egy kicsit egyébként ki is kapcsol. Azaz, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Ugye ez egy prohászkai elmondat, de én azt gondolom, hogy ez végigkísérte a teljes eddigi pályádat, tehát az iskolában is azt követően. Hatással volt arra, hogy végül is milyen pályát választottál? Igen. Próbáltam egy olyan pályát találni, amiben minden olyan dolog benne van, mint ezekben a szakmákban. Tehát itt a jogra, a tanári pályára, a pszichológiára is gondolok, és rájöttem, hogy ez a kommunikáció és médiatudományban benne van. Mindenből egy kicsi. És itt nyerhetek akár plusz éveket, hogy eldöntsem, hogy mibe szeretnék mélyebben elmélyülni. És akkor így erre esett a választásom, a Corvinuson végeztem, és a mai napig tulajdonképpen ezzel foglalkozom. Mi mindent lehet pluszban megkapni az egyetemi tanulmányok során a kommunikációról? Hiszen ez, ugye a médiatudomány az egy másik történet, de a kommunikációs készség, az alapkészség fejlesztése, hogy valaki eljusson A pontból B pontig, mint te a Kossuth Rádióig, az azt hiszem, hogy nagyon sok minden kell. A leginkább, amit megtanultam, az a projekt alapú szemlélet. Muszáj volt itt egy olyan eseményt megszerveznünk, amire nem kaptunk semmilyen anyagi támogatást az egyetemtől, viszont mind a helyszínt nekünk kellett megtalálni, kitalálni a témát, szakembereket szervezni, ezen kívül média megjelenést biztosítani, reklámot találni ennek az egésznek, és ez egy hosszú, több fél éves folyamat volt, amire nagyon büszke vagyok, mert egy több mint 8 millió forint értékű eseményt tudtunk így összességében összehozni, ahol a meseolvasást szerettük volna népszerűsíteni. És itt volt gyerekeknek külön foglalkozás, a szülőknek szakemberek tartottak különféle előadásokat a témában, és ez teljes mértékben 5 hallgató hozta össze. Miként nem vonzott egy gyönyörűséges ifjú hölgyet a bulvár?
hiszen valljuk meg, hogy a 21. századhoz ez azért hozzátartozik, szerves része, ahogy tetszik. Távol áll tőlem nagyon ez a világ, hiszen én itt a Ciszterben olyan értékeket kaptam, amit szeretnék továbbvinni, ezért is csinálok önkéntes munkát, illetve kerültem egy olyan területre, ahol igenis súlya van annak, amit mondok, és az információt én tudom első kézből akár továbbítani az emberek felé. Úgyhogy ezt az értékrendet, ezt fontosnak tartom. Tehát íve van a pályádnak. Meglepődtél, hogy a Kossuth Rádió segítőkezet nyújtott, hiszen nyilván olyan szakemberek dolgoznak ott, akik a szakma csúcsát képviselik a rádiózásban feltétlenül. Igen, úgy mentem el a felvételire, hogy hát egy próbát megér a dolog, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Sokáig nem hittem el, hogy tényleg sikerült, hiszen még akkor a diploma se volt a kezembe, akkor még csak az utolsó évemet jártam itt az egyetemen, és néha egyébként így fel kell ismernem azt, és végig kell gondolnom, és meg kell veregetnem a vállamat, hogy azt a mindenit én tényleg nem akármilyen szakemberekkel dolgozok, és nagyon jó volt azt hallani, hogy például az Urák Csaba, akivel ugye a Szóval Győzni kapcsán megismerkedhettem személyesen is, 20 évekkel ezelőtt ugyanabban a székben ült, ahol én most. Az segített, hogy határozott jövőképed volt? Biztosan, igen. És kik voltak azok a mesterek, akikre abban az értelemben szívesen tekintesz vissza, hogy eljuthattál addig, ami az álmod volt voltak éppen? Ferenci Noémi tanárnő nagyon sokat segített ebben, a Szóval Győznire is ő vett rá, hogy jelentkezzek, és hát onnan az egész mentor, illetve szakmai csapat, Kozári Ferenc színművésztől kezdve, Bakonyi István, tehát nagyon sokakat említhetnék, ők mind tudtak egy-két olyan dolgot mondani, amit a mai napig használok. Ugye azt tudjuk, hogy tudatos voltál, és tudatos vagy jelenleg is, hiszen azért valljuk meg, kommunikáció, médiatudomány szakon nagyon sokan elvesznek. Tehát mellékszálnak tekintik az életükben, ha valaki komolyan veszi nyilvánvaló a tanítást, illetve a folyamatos fejlődés lehetőségét, az nem így van. Tehát az egyetemen mire fókuszáltál elsősorban? Hogy próbáljak minél több mindent kivenni abból, amit ott kapok. Én voltam az egyetlen szerintem, aki az összes előadásra bejárt végig a 3 év alatt. Volt, hogy összesen 3-an voltunk az oktatóval együtt. Tehát én fontosnak tartottam azt, hogyha én egyetemre járok nappali képzésen, akkor ez az elsődleges feladatom, hogy én ott legyek az órán, mert nem tudhatom, hogy a 90 perc alatt esetleg nem hangzik el 2 olyan mondat, ami nekem a későbbiekben akár egy ilyen sorsdöntő szerepet is betölthet az életemben. Ugye azt tapasztaljuk most is, hogy szépen beszélsz. Ezt nem csak a Szóval Győzni tudtuk meg, tehát ez így van most is. Ezt miként sikerült elérned? Hiszen azért valljuk meg, hogy itt megint 21. századozom óhatatlanul is, hogy azért a bulvár stílus meglehetősen elterjedt. Rengeteg szerepléssel, nyilván kiskoromtól kezdve az, hogy rengeteg felnőtt vett körül, és verseket tanítottak, és mai napig találok olyan videófelvételeket, ahol 6 évesen otthon a nagymamámmal éppen eljátsszuk a különféle főzős műsorokat, és kommentálom, hogy éppen mi készül. Ezek nagyon sokat segítettek, a diákszínjátszó, a különféle ilyen versenyek, ahol akár beszédeket kellett mondani, moderátori szerepek, amiket így elvállaltam a Szóval Győzni után. Úgy gondolom, hogy ezek, és mindig szerettem fogalmazásokat írni, és próbáltam minél több új kifejezést elcsípni ezekből. Milyen felkészülést igényel egy műsor, egy rádiós műsorvezetőnek? Ez ugye nagyon változó, hiszen minden egyes reggel, amikor betérek a rádióba, nem tudhatom, hogy éppen milyen témával fogok foglalkozni. De amikor megtudom, hogy mi a témakör, akkor próbálom a legaktuálisabb, legfrissebb híreket, amik a napokban kijöttek, megkeresni, és olyan kérdéseket felírni, amik bennem megfogalmazódnak ezek után, és még korábban nem kaphattam rá választ. Ezután ugye meg kell szervezni a telefonos vagy a helyszíni interjút. Ehhez van, hogy kapok segítséget, egy telefonszámot már, de van, hogy teljesen nekem kell elindulni. Utoljára például a Tanítsunk Magyarországért programról készítettem anyagot, ahol semmilyen kontaktom nem volt, úgyhogy az interneten keresztül vettem fel emberekkel a kapcsolatot, és abban bíztam, hogy elvállalják a szereplést. A felkészülés nyilván nagyon-nagyon fontos, viszont vannak-e olyan álmaid, amit mindenképpen szeretnél a jövőben megvalósítani
rádiósként? Nagyon jó lenne egyszer műsorvezetőnek lenni, viszont ehhez még nagyon hosszú út vezet, tehát a beszédképzést azt a mai napig csinálom a cégnél, és hát azt tudom, hogy még milyen olyan hibák vannak, ami nem biztos, hogy az élő adásba jelenleg megállná a helyét, úgyhogy ezen még dolgoznom kell, de nagy terv. Jó, tehát a terveken túl, hogy fogadtak a kollégáit, hiszen nyilvánvaló, hogy vannak régiek és újak, és vannak konfliktusok, de azért a közeg általában befogadó. Nagyon, egy nagyon barátságos csapatban dolgozom, ahol tényleg mindenki azon van, hogy egymást segítsük. Itt ez külön igaz egy rádiószerkesztőségben, hiszen az a közös célunk, hogy egy minőségi adást tudjunk összeállítani, aminek ugye időben kész kell lennie. Tehát, hogy itt valóban nagyon fontos szerepe van annak, hogy egymást segítsük és lessük, hogy éppen kinek mire van szüksége. De tényleg nagyon jól fogadták azt, mi többen érkeztünk, hárman érkeztünk egyszerre fiatalként a szerkesztőségbe, biztos, hogy ez is segítette a folyamatokat, illetve az, hogy látták, hogy mi komolyan gondoljuk, szeretnénk fejlődni, sokat kérdeztünk. Nincs kétségem felőle, hogy minden egyes rádióban töltött napod ünnep, bár ez munka, ha úgy tetszik, viszont hogy telnek a hétköznapjaid? Tehát nyilván felkészüléssel, stb., de részt tudsz venni olyan programokon, amit magadnak teremtesz meg. Igen, a barátokkal rendszeresen szoktunk találkozni, bár nagyon nehéz ezeket összeszervezni, hiszen én nem hétfőtől péntekig és 8-tól 4-ig dolgozom, ahogy nagyon sokan mások, hanem sokszor hétvégén, ünnepnapokon van, hogy hajnalra érkezem meg a szerkesztőségbe, mondjuk 17:30. Ilyenkor mondjuk délután én már nagyon könnyedén otthon el tudok aludni, amikor mások még csak éppen a szabadidős programjukat szervezik, úgyhogy nehéz, az embernek nem nagyon van napi ritmusa, de hát a fiatal szervezet az mindent kibír. Realista vagy? Azt gondolom, igen, abszolút. Bár ugye azért a mosolygós szemmel azért látjuk, hogy nyilván azok az álmok, amit megfogalmaztál magadnak egyéb iránt. Hogy látod magad mondjuk 10 év múlva? Ezen megmondom őszintén, hogy mostanában nem szoktam gondolkodni, mert a kis lépések számomra most a fontosak. Az, hogy minél gyorsabban tudjak dolgozni, hogy egyre több vezetőanyagot bízzanak rám, az biztos, hogy én itt a rádióban még jó pár évig szeretnék dolgozni. Hogy mi lesz 10 év múlva, hát talán annyit tudnék mondani, hogy már egy gyerkőcöm és családom biztosan. Úgy legyen. Nos, hát én mivel látom, hogy lubickolsz a mában és a közeljövőben, ahhoz kívánok nagyon sok sikert. Én azt hiszem, hogy a tehetséged, az elkötelezettséged mindenképpen eleve elrendelés ahhoz, hogy sokat halljuk a hangodat, és olyan műsorokat vezess majd a későbbiekben, amelyek fontosak számunkra ebben a felgyorsult világban is. Nos, Fanni, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és bízom benne, hogy még sokat hallunk téged, sokat hallunk rólad. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, Csűri Fanni volt a vendégem, a Kossuth Rádió munkatársa, a fantasztikusan tehetséges fehérvári rádiós. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.